Hello. Sorra érkeztek a Coop Rally résztvevői csütörtök délután Kisvárdára. A Master Good csoport központja volt az idei országjárás 6. állomása, ahol azzal a célra gyűltek össze a hazai élelmiszeripari szereplők, hogy felhívják a figyelmet a magyar termékekre. Sokszor úgy gondolták, hogy az a külföldi az jobb, mint a magyar. Ma már azért igazolta, hogy a külföldi nem jobb, mint a magyar, és különösképpen azért nem jobb, mert látjuk azt, milyen fejes Magyarországon. Ma a Coop Rallynak a 6. állomásán vagyunk, itt vagyunk a Master Goodnál, aki az üzemet látja, és megnézi, és elmenne Amerikába vagy Németországba, ezt látná, ugyanúgy csodálkozna rajta, hogy micsoda felépítmény, micsoda integrációban van szó. Tehát legyünk arra büszkék, hogy Magyarországon ilyen üzemek vannak, és eznek az üzenete pedig az, hogy a lakosság is már higgyék el, hogy a magyar termékek igenis jók. A rendezvényen felszólalt Sesták Miklós a térség országgyűlési képviselője, aki azt mondta, példaértékű, amit a Master Good csoportot irányító Bárány család az elmúlt egy évszázadban elért. Ez egy olyan igazi magyar családi gazdálkodás, ami apáról fiúra száll, ennek a működése, működtetése. Azt gondolom, hogy Magyarország jövőjét azt fogja meghatározni, hogyha magyar gyárak, magyar üzemek, magyar termelőegységek magyar terméket fognak előállítani. Így lesz igazán a jövő. A Master Good csoport üzemeiben folyamatos a termelés. Ez a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója, és meghatározó szerepet töltenek be a magyar élelmiszeriparban. A cégcsoport kereskedelmi igazgatója azt mondta, őket is komolyan sújtotta az idei aszály és az emelkedő energiaárak, de számukra kiemelkedően fontos a magyar piac. Lesz elég hús és élelmiszer ősszel is, és télen is a magyar asztalokon, ugye azért a mi cégünk is 70%-ban exportra termel, tehát ha bármilyen vészforgatókönyv valósulna meg, akkor nyilván a magyarországi termelésünket, vagy a magyarországi ellátásunkat fokozni fogjuk, úgyhogy ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy félnivalónk nincs. Az ár már megint egy másik kérdés, hiszen ahogy én is említettem, mind a takarmány, mind az energiaköltségek nagyon-nagyon sújtanak minket. Ezek havonta akár több milliárd forintos tételek is lehetnek, és emiatt igyekszünk végigvinni azokat a fogyasztói árváltozásokat, ami ahhoz szükséges, hogy biztonságosan tudjunk termelni, és ki tudjuk fizetni azokat a termelőket, akik számunkra az élő csirkét felnevelik. A rendezvényen részt vett Nobilis Márton, az Agrárminisztérium államtitkára, aki kérdésünkre azt mondta, hiába csökkent jelentősen a mezőgazdasági termelés idén, az ország ellátása nem kerülhet veszélybe. A Covid, az asszályhelyzet, a szomszédunkban dúló háború és a elhibázott brüsszeli döntések felhívták a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon fontos stratégiai ágazat, de azt kell mondjam, hogy megnyugtathatok mindenkit, lesz Magyarországon kellő élelmiszer, kellő minőségű és mennyiségű élelmiszer. A Coop Rallyt már 16. alkalommal szervezték meg. Idén 127 Magyarországon működő gyártót és forgalmazót mutattak be útjuk során.